Törvényjavaslatot tesz a kormány, 8000 hektáron alakítanák ki a mezőhegyesi mintagazdaságot. 50 000 forint akár ennyibe is kerülhet, ha biciklivel szabálytalankodik. Három város a kézilabdáért. Békés Csaba, Békés és Gyula klubjai együtt dolgoznak a fejlődésért. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Május 20-án kezdődik a földárverések lezáró szakasza, ezen 60 000 hektárt árvereznek el. Eddig 10 000 gazda vett földet, ebből 240 milliárd forint folyt be, tájékoztatott Lázár János az 50. kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, 8100 gazda kapott hitelt 220 milliárd forint értékben. Mezőhegyes esetében egy törvényjavaslatot terjeszt be a kormány, ez meghatározná a mérnes birtok feladatát és gazdálkodását. A kormány vetőmagtermelést, vadgazdálkodást és turisztikai tevékenységet tervez ellátni a mintagazdaságban 8000 hektáron. Az egészségügyre kellene fordítani azt az 54 milliárd forintot, amit a budapesti olimpiára költene jövőre a kormány, közölte az Együtt gyulai választókerületi elnöke. Bott Tamás szerint ugyanis kevés az esélye annak, hogy 2024-ben a magyar főváros rendezheti az ötkarikás játékokat, ám a hazai egészségügy mélyponton van. Mint mondta, csak Békés megyében 23 betöltetlen házi orvosi praxis van, országosan pedig 250. Ez a szám a következő években szerintük meg sokszorozódhat. A problémák orvoslására javaslatot is tett a párt. A praxisok finanszírozásának emelésére 30%-kal, a mentősök bérét 50%-kal kellene emelni, a középfokú ápolóképzést be kéne újra indítani, és folytathatnám a sort egészen addig, hogy 4 éven belül kétszeresére kellene növelni a orvostudományi egyetemekről kibocsátandó házi orvosok számát. A csabai menekült befogadó állomásnak bizonytalan a jövője, de sarkallatos kérdés a kötelező kvóta elleni fellépés és a valódi nemzeti konzultáció, amelyhez a Jobbik ifjúsági tagozata is csatlakozott, erről tartott sajtótájékoztatót a Jobbik. Aggasztó, hogy a Békés Csabai befogadó állomás dolgozói még mindig nem tudják, mi lesz a sorsuk, ha bezár a menekült szállás. Erről Kocsiha Tünde beszélt csütörtökön. A politikus szerint szinte minimálbérért naponta kockáztatják az életüket az ott dolgozók. Mint mondta, ezt mi hamarabb tisztázni kell, ezért az illetékes szakpolitikushoz fordul. De hangot adott népszavazással kapcsolatos gondolatainak is. Népszavazás lesz a betelepítés ellen. Most jelent meg ugye a friss közvélemény kutatás, miszerint a lakosság 70%-a ezt támogatja. De azt gondolom, hogy már elkéstünk ezzel, hiszen a Jobbik már 1 évvel ezelőtt mondta, hogy tartsunk erről népszavazást, viszont most már olyan szankciókat, büntető szankciókat helyezett kilátásba az Európai Unió, hogy úgy gondoljuk, hogy a népszavazás nem elegendő, hanem itt alaptörvénymódosításra van szükség. Szó esett arról is, hogy a Jobbik helyi ifjúsági tagozata is csatlakozott a valódi nemzeti konzultációhoz a Hallasd a hangod országos kampánnyal. A 17-18 éves fiatalokat célozzák meg. Próbáljuk úgymond nem titkoltan egy kicsit rávenni őket, hogy foglalkozzanak többet a saját sorsukkal, úgymond magával a politikával, mert ugye ők most lépnek abban a korban, amikor el kell dönteni, hogy hova tovább, és nagyon fontos lenne, hogy adjanak ötleteket és támogassanak minket abban, hogy az ő és a tanáraik terheit is egy kicsit csökkentsük. A párt célja, hogy a fiatalok biztos jövőt tudjanak tervezni Magyarországon, amihez szerintük szükség van a fiatalok segítségére. Akár 50 000 forintra is bírságolható az, aki nem hajlandó leszállni a kerékpárról a Derkovics sor és a József Attila utca találkozásánál lévő kis hídon, valamint a József Attila utcában. Az önkormányzat az érintett szakaszon a forgalmi rend megváltoztatását tervezi. A rendőrség jelenleg vizsgálja a helyszínt, addig is, amíg döntés születik, zebrazsarók segítségével figyelmeztetik az arra járókat a helyes közlekedésre. Az év elején történt az a baleset, amikor az autó hátsó kereke alá szorult egy kerékpár. Akkor a biciklis könnyű sérülésekkel megúszta az esetet. Sokan még most sem tudják, hogy az érintett kereszteződésben, a József Attila utcai járdán, hiába eltérő a burkolat, nem közlekedhetnek a kerékpárosok. Megkérem, hogy a hátulat is megkérem, hogy szálljon le a kerékpárról.
nem lehet, ez gyalogjárda. Ez? Igen, ez gyalogjárda. Mindenki azt mondta, hogy ez a piros a kerékpár. Még nincs kihelyez a kerékpárunk tábla. És ugyanez a szabály vonatkozik a Derkovics sorról átvezető gyalogos hídon is, tehát itt sem lehet biciklivel közlekedni. Erre múlt hét óta újabb tábla figyelmezteti a kerékpárosokat. Tudja-e, hogy miért fontos itt, tehát miért nem lehet felszállni? Meg ki van téve a tábla azért. Uh-huh. Mindig betartja a vagy szabályokat? Hát természetesen. Miért fontos ez itt, ezen a szakaszon ön szerint? Hát azért fontos, mert szépen ki lesz éve a virágágy ide, és talán pedig nagyon szűk a hely, és akár kerékpára jön az ember felszáll, akkor megsértheti másokat. Mivel olyan csomópontról van szó, ahol a kerékpárosok, gyalogosok, valamint a gépjárművek nap mint nap találkoznak egymással, az önkormányzat a rendőrséggel karöltve új, biztonságosabb közlekedési rend kidolgozásán dolgozik. Rendőrkapitány úrral abban maradtunk, hogy az önkormányzat, aki felelős egyébként ezen a szakaszon a forgalmi rend kialakításáért, a rendőrkapitányság szakembereivel megvizsgálja, hogy érdemes-e a jelenlegi forgalmi renden változtatni. Én azt gondolom, igen, de hogy ezt hogyan tegyük, ezt majd a szakemberek eldöntik természetesen. Addig is, amíg a vizsgálat folyik, a rendőrei zebrazsaruk segítségével figyelmeztetik az arrajárókat a helyes közlekedési rend betartására. Ebben a kezdeti időszakban, ebben a hónapban, amikor a zebrazsarukkal együtt működünk, csak egy figyelemfelhívó kampány, tehát most nem kívánunk szankcionálni, csak figyelmeztetni és felhívni a helyes közlekedésre a figyelmet. Reményeink szerint ezzel el tudjuk érni a kedvező hatást. Egyébként figyelmeztetésen túl helyszínbírsággal sújtható a szabálysértés 5000 forinttól 50000 forintig, illetve szabálysértési feljelentéssel élhet az intézkedő rendőr. Dr. Bede Sándor hozzátette, júniustól kerékpáros járőr szolgálat bevezetését is tervezik Békés Csabán. A két keréken szolgáló rendőrök feladata lesz felmérni a kerékpáros közlekedés helyzetét, hogy a jövőben minél kevesebb legyen a balesetek száma. A vadászokhoz fűződő előítéleteken változtatna Major Gyula a legújabb filmjével. Az egyórás dokumentumfilmben Békés megye vadgazdálkodását és a vadászok életét mutatja be. A Hunor Magor nyomán Békésen című alkotásban a megye több vadásztársasága megjelenik. Megnyugtató módon nem csak vadászoknak szól. Ezekkel a gondolatokkal vezette fel Hrabovszki János, a megyei vadászszövetség és a megyei vadászkamara elnöke a Hunor Magor nyomán Békésen című dokumentumfilmet a Center moziban tartott bemutatón. Az egyórás filmben a megye vadgazdálkodását, a vadászok életét, munkáját követte nyomon Major Gyula rendező. Az alkotók a filmkészítés alatt szembe mentek azzal az előítélettel, ami a vadászok körül kialakult. Tisztelegnek a vadnak és a vadásznak, aki megszállottan a szenvedélyes pillanatoknak él, de mindezt felelősen teszi azért, hogy a vadállomány épp és egészséges maradjon a jövő számára. Tehát szeretnénk lebontani azt a évtizedes rossz beidegződést, hogy a vadászok csak össze-vissza lövöldöznek és elviszik a vadjainkat. A felelős vadász az olyan, mint amilyen a filmben látható, hogy figyeli az állat életét, a mozgását, szereti a természetet és gazdálkodik a vaddal, és szép vadakat hagy a jövő számára. A film 3 évig készült az 5 fős stábbal, és közel 1 tucat Békés megyei vadásztársaságot mutat be, de az újkori vadászat kialakulásának magyarországi bölcsőjét is megismerhették az érdeklődők. A film egy 4 részes sorozat 2. része. Ennek még lesz folytatása, egy megyei horgászfilm, körülbelül 2-3 hónap múlva jön ki, és utána pedig folytatjuk a Dunatúránkat, Gyorgyútól a tengerig. A dokumentumfilmet a 7.tv is hamarosan műsorra tűzi, valamint a Duna TV-vel is tárgyalnak a készítők. Ezen kívül a külföldi forgalmazás is szerepel a tervek között. Bohus Richard megúszta az olimpiai A szintet a londoni Európa-bajnokságon a 100 méteres gyorsúszás délelőtti előfutamában. A 23 éves Békés Csabai versenyző 45%-dal döntötte meg élete eddigi legjobbját, ennek köszönhetően pedig 7%-dal került a küldetési szinten belülre. Bohus Richard az elmúlt 4 évben több sérüléssel is küzdött, valamint egy válműtéten is átesett, de a 2012-es londoni játékok után a riói seregszemlél is megméretheteti magát. A csabaiak úszója adásunkkal egy időben a 100 méteres gyors úszás elődöntőjében, valamint nem sokkal később az 50 méteres hátúszás fináléjában is ott lesz majd a londoni kontinens viadalon.
Közel 200 óvodás érkezett a Szent István térre azért, hogy 5 fordulós váltóversenyen vegyenek részt. Idén is megrendezték az óvodások sportnapját Békéscsabán. A hagyományőrző sportnapra a város valamennyi óvodájából érkeztek nagycsoportos gyerekek. 21 egyére gyűltek össze az óvodai sportnapra a város nagycsoportos óvodásai. Az iskolába készülő gyerekek több fordulós váltóversenyben mérték össze ügyességüket. A pálya széléről szurkoltak a százszor szép ovisok a csapattársaiknak. Az 5 fordulós versenyen jellemzően labdákat, hullahopkarikákat használtak. Az óvoda pedagógusok mindegyet értettek abban, hogy a sportot már ebben a korban érdemes megszeretetni a gyerekekkel. Már a tavalyi évben is voltunk a gyerekekkel, és az idei évben is most eljöttünk, hisz az iskolában már a testnevelés órán a versenyszellem fontos, hogy így kerüljenek az iskolába, illetve a sport az egy nagyon fontos a gyerekek életében, úgy gondolom. A hajnal óvodából érkező gyerekeket selejtezőn vettek részt még a saját intézményükben, az ott jó eredményeket elért kicsik versenyeztek most a többiekkel. Fúrni, és amikor végére jöttünk, akkor gurítani. A pályán az óvodapedagógusok segítették a gyerekeket, szurkoltak, bíztatták őket, de ezen kívül aktívan részt vettek a feladatokban. Sokan járnak fejlesztő tornára, fejlesztő pedagógus fejlesztő őket, de ennek ellenére a versenyzés, a versenyöröme nagyon fontos nekünk. Nagyon sokat gyakoroltak a gyerekek erre a versenyre, a kolléganővel és a gyerekekre nagyon büszkék vagyunk. A felkészülésnek meglett az eredménye. Az első fordulóban a szlovák óvoda volt a leggyorsabb. Nem lehet elég korán kezdeni a rendszeres mozgás megszerettetését, Békés Csaba polgármestere szerint, aki úgy fogalmazott, szimbolikus jelentőségű az, hogy idén a város főterén rendezték meg a sportnapot. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeink már 5-6-7 éves korban ismerkedjenek meg a sport, a mozgás örömeivel, ennek előnyeivel, és ez a szeretet kísérje őket végig egész életükön. Az önkormányzat sokat áldoz azért, hogy az óvodákban a rendszeres testmozgás megfelelő körülmények között alakuljon ki. A Rokodál zenekar szórakoztatta a legkisebbeket a sorverseny után. A közel 200 résztvevő gyerek közül végül senki sem távozott üres kézzel, kisebb-nagyobb ajándékokkal készültek a szervezők. Országosan egyedülálló összefogás jellemzi Békéscsaba és Gyula kézilabda sportját. A klubok vezetői közös stratégiát dolgoznak ki annak érdekében, hogy tovább erősítsék a sportág régiós és országos szerepét. A békéscsabai szurkolóknak ebben az idényben kevesebb örömre volt okuk. A női bajnokságban a 11. helyen végez a lila-fehér csapat. Ahhoz, hogy előrelépjen mind a klub, mind a város és ezáltal a régió, még több munkára van szükség. Tavaly novemberben 3 Békés megyei város meghatározó egyesületei a közös együttműködés mellett döntöttek. Így jött létre egy dokumentum, amely bemutatja a regionális helyzetet és összefoglalja a fejlesztési célokat. A legmagasabb szinten képviselteti magát ez a sportág most itt Békés megyében. Bízunk abban, hogy az az országos koncepció, ami a kézilabdával kapcsolatban elkészült, ami körvonalazódik, abba Békés megye is be fog tudni kapcsolódni. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte az együttműködés révén életre hívott konferencián Gajda Róbert kormány megbízott azokat, akik a térség kézilabda sportjáért dolgoznak. Az összefogás nem csak a megyeszékhely szempontjából jelentős lépés. A hosszú útvonalon bekövetkező változásnak az alapjait próbáljuk most letenni. Ez egy infrastruktúrális fejlesztésnek az együtt gondolkodása. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak városi szinten, hanem régiós, akár megyei szinten is komolyan tudjuk magunkat szerepeltetni. És ez azért is fontos, mert hosszú távon ahhoz, hogy nekünk versenyképes kézilabda sportunk legyen Békéscsabán, Békésen, Gyulán, ezért ezeket a lépéseket meg kell tenni. A közös munka egyik alapja, hogy a klubok egymást segítve keressék azokat a lehetőségeket, amelyek a sportág előre mozdítását szolgálják. Szükség van arra, hogy új felületek alakuljanak ki, új csarnokok jöjjenek létre, olyan sportlétesítmények, ahol edzéseket, ahol mérkőzéseket lehet megtartani, amelyek szolgálják a versenysportot, a szabadidősportot, az utánpótlás nevelést. Emellett nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy a meglévő csarnokaink, a meglévő felületeink is folyamatosan fejlődjenek. Gondolok itt arra, hogy javítani tudjuk a szurkolóknak, a mérkőzésen közreműködőknek a kiszolgálását. Az országos stratégia, valamint a Békés megyei fejlesztés az infrastruktúra mellett az utánpótlás nevelésre, a sportegészségügyre és a dopingellenes tevékenységre, valamint a szakemberképzésre helyezi a hangsúlyt.
2017. szeptemberétől elindul a diplomás szakedző képzés, majd befejeződik az okleveles edzőképzéssel, amit fölfoghatunk a masternek, ahol az okleveles szakedző rendelkezik majd abban a képességgel, hogy elmehessen esetleg PhD, Yale doktori kutatói, a másik részben pedig lenn a legmagasabb szintű edzői diploma felé. A közös program célja, hogy a következő években több létesítményben több tehetséges játékos kapjon lehetőséget a fejlődésre megfelelő szakmai munka mellett. Ez volt már a Híradó aktuális című műsorunkban a megye kézilabda klubjainak összefogásáról és a sportág hazai jelenéről és jövőiről beszélgetünk Mocsai Lajossal, a Testnevelési Egyetem rektorával. Tartsanak velünk! Híreinket és műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon is. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!